A műsor fő támogatója a Szandra konyhájából. Tavaly álmodtunk egy nagyot, mégpedig arról, hogy Máriakánokon ennek a régi általános iskolának az épülete újra teljes pompájában fog ragyogni egy pályázatnak köszönhetően. Aztán ez az álom meghiúsult, de munka van elég, a polgármester asszony avat be minket a részletekbe. Igen, álmodtunk egy nagyot, de kiderült az év végére, hogy abból az álomból most semmi nem lesz, de volt az épületen néhány olyan elengedhetetlen felújítani való helyiség, amit a pályázattól függetlenül nekünk meg kellett valósítani. Többek között, ahol most állunk, az iskola menzájának a helye, ez az étterem rész, amit most itt láthatnak a kedves nézők. Eléggé csúfos állapotban volt, tervbe volt véve egyrészt a pályázat kapcsán a felújítása, a másik B-tervünk pedig az idei nyári szünet lett volna, de úgy döntöttünk, hogy ezt előrébb hozzuk. Még a tavaszi szünet elé is, ugyanis volt egy sajnálatos hasmenéses, hányásos megbetegedés az iskolában és az óvodában is. Igaz, hogy nem az óvodakonyháról és innen a menzakonyháról származott a baj forrása, de mégis úgy döntöttem, hogy a jövőben se fordulhasson elő még csak hasonló betegség sem a helységnek a felújítását megkezdjük. Így is történt, a vállalkozók nagyon ügyesen, gyorsan reagáltak a kérésemre, készül a konyhába az új bútorzat, a kollégáim Markó Csaba és a Markó Balázs festik az épületet, a radiátorokat, megrendeltük az új, jó minőségű, erős műpadlót, le fogják azt is rakni, új függönyök kerülnek a helyiségre. Amit nem tudunk megvalósítani, az a nyílászáró csere, nagy szükség lett volna arra is, de sajnos az anyagi forrás ezt nem teszi lehetővé. Így is a felújítás, ha csak a minimális költségeket nézem, 1,5 millió forintba kerül. Aki építkezett, az tudja, hogy a festéktől elkezdve minden apró részlet nagyon sokba kerül. Új tálcák lesznek, új kenyértartók lesznek, új kancsók lesznek az iskolásoknak. Szerintem még 2-3 hétre van szükség. Azt gondolom, február közepétől újra ebben a helyiségben étkezhetnek a gyerekek. Én nagyon remélem, hogy mindenkinek a megelégedésére szolgál majd, és nyugodtan feküdhetünk le, mindannyian szülők is, és az önkormányzat képviselőtestület tagjai, hogy innen a betegség továbbra sem indulhat útjára.